Számunkra nem kérdés, hogy úgy fizetünk az orosz gázért, hogy ez megérkezzen, erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Zágrábban, miután a horvát kül- és európai ügyi miniszterrel találkozott. Szijjártó Péter azt mondta, az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés, a kormánynak pedig kötelessége, hogy garantálja a biztonságot, hozzátette. Magyarország elvégezte a házi feladatát, azonban azt is látni kell, hogy ha nem lesznek új földgáz források, ha nem lesznek új szállítási útvonalak, akkor meg fog maradni az Oroszországból származó földgáz szerepe Közép-Európában, sőt, egész Európa ellátásában. Mi 7 milliárd köbméternyi földgázt tudnánk évente fogadni Horvátországból, de a horvát földgáz szállító rendszer állapota miatt csak 1,5 milliárd köbmétert tudnak hozzánk szállítani. Tehát mi elvégeztük a házi feladatunkat, hogyha a térségben lévő országok is elvégzik a szükséges fejlesztéseket, akkor majd reális lesz újabb nagy mennyiségű földgázforrás bevonása a közép-európai energiaellátásba. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig kénytelenek vagyunk az Oroszországból származó földgázra hagyatkozni. Magyarország energiaellátása biztosított, továbbra is szerződés szerint és a várt ütemtervnek megfelelően érkezik az orosz gáz az országba. Erről beszélt az M1-en a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára. Mentszer Tamás hangsúlyozta, a tranzitot Bulgária átengedi, betartja a megállapodásokat, és ennek megfelelően halad tovább a gáz Szerbiába, onnan pedig Magyarországra. A bolgár miniszter megerősítette azt, hogy a tranzit mennyiséget továbbra is kapják és szállítják tovább Bulgárián keresztül. A szerb miniszter pedig azt erősítette meg, hogy a várt mennyiség beérkezett Szerbiába. Ott értelemszerűen azt a mennyiséget, amelynek a célállomása Szerbia, azt a szerbek leveszik, hogyha szabad így fogalmazni, és a Magyarországra szánt mennyiséget pedig tovább szállítják, tovább engedik Magyarország irányába, tehát továbbra is szerződés szerint és a várt ütemterv szerint érkezik a gáz Magyarországra.